Nyári éjszaka, egy baleseti kórház intenzív osztályán vagyunk. Szívritmust mutató monitort látunk. Egy tartályból infúzió csepeg. Műszerek lámpái villognak. Egy fiatal fiú mellkasára elektródok vannak helyezve. Egy ápolónő oda megy a műszereket ellenőrizni. A füléből kiveszi az orvosi hallgatót. Ott hagyja a fiút, és visszaül az ügyeletesi asztalhoz, ahol egy nyitott könyv várja. Egy éjjeli kihalt villamos megálló ócska padjait látjuk. Hideg, piszkos vasárnap éjjel. Egy hajléktalan alszik egy kapuai lépcsőjén. A szél az ingem alá nyúl jéghideg kézzel. Egy kóborkutya vágyakozó szemekkel néz ránk. Nagyon hiányzol, éhes vagyok, fázom. A fiú álmában gyerekként egy kutyát simogat. Úgy ragyog a hold, mint a neonfény az üvegszilánkon. Esős aszfalton üvegszilánkok csillognak. Ismét a kórházban vagyunk. Miért itt vagyok? Az ablakon át kilátunk az alvó városra. Eközben egy lány forgolódik otthon az ágyában. Miért nem veled? Egy piros lámpánál várakozó pár összebújik. Az alvó lány arcát látjuk ismét. A testedre gondolok, arra, hogy milyen meleg. Éjszakai utcaképeket, villamos és busz megállókat látunk. Üres aluljáróban egy férfi újságot olvas. Egy éjszakai város képeit látjuk. Az eső utáni tócsákban neonfények tükröződnek. A fiú továbbra is mozdulatlanul fekszik. Az alvó lány szeme hirtelen kinyílik. Ismét a város üres aluljáróját látjuk. Eldobott papírok röpülnek messze a szél. Egy éjszakai takarító sebreget egy peronon. A teli hold ragyogon, ring remegő pocsolyákon. A lány ledobja magáról a takarót és felül. Az utolsó piros hetest várom. A lány kapkodva öltözik. Az utolsó piros hetest várom. Ismét képek villannak fel a fiú gyerekkorából. De nem jön csak helyet. Valami kis piszkos álom. Az anyja és új barátja együtt fényképezkednek. Álva, álmodva várom azt, ami elment. A fiú csalódottan nézi, amint az anyja mosolyogva tüzet ad a barátjának. Férfi jött, tüzet kért, aztán elment. A férfi felkapott egy bőröndöt és kilép a lakásból. A házban bajt jeleznek a műszerek. A lány kirohan a házukból és szaladni kezd. A lány rosszat sejtve rohan a járók elők között. Az ápolónő rémülten kiszaladt segítséget kérni. Miközben a lány egy aluljáró kijárata felé fut, az orvosi műszer szabálytalan szívritmust mutat. Az ápolónő egy oxigénmaszkot helyez a fiú arcára. A fiút próbálják újraéleszteni. A lány kétségbe esetten rohan a járdán. A monitor jelzi, hogy a fiú szíve leállt. Az orvos megszemléli és megállapítja a halál beálltát. A lány még mindig szalad. Egy piros hetes busz távozik a kórház előtti megállóból. A kórházban tehetetlenül nézik a halott fiút. A lány a kórház bejáratához érkezik és beszalad az épületbe. Az üresen villogó orvosi műszerről kinézünk az éjszakai városra. Vége.